Mészöly bizonytalankodik, és ebből helyzet van. Karasavidis. Legurítás közben, és bent is van a gól. Meglehetősen hamar. Lagonidis. Elég rosszul áll fel a sorfal is, a kiugró emberek késnek, ellövik a labdát, és Tisztil is későn vetődik. Az Olympiakos játékosa, Nikos Tsiantakis, megint kis szöglet. Pintér rosszul találja el, Tisztil jön ki, gólhelyzet, és oldalháló, szinte hihetetlen Borbokis. Hát ez szinte elképesztő szerencsénkre, rögtön hozzáteszem. Megint a védelmünk sutáskodik, és ott az üres kapu, innen mellé lehet rúgni, kérem. Karasavidis megint, tényleg ő a legveszélyesebb. Tovább harcolja a labdát, és gól 2-0. A második görög gólszerzője Taluhidis. És megint a védelemnek nagy érdemei vannak, hogy ezt összehozták, ketten is felszabadíthatnának. Taluhidis tolja tovább, ez a második gól. Jó cselekkel, jól fordítják jó oldalra is, még a hosszú oldalon tán eléri. Tsiantakis el is éri. Tsiantakis visszacenterezi középre, és gól! 3-0! Második félidő, 9. perc. Keresztlabda, Tsiantakis veszi át Máriási mellett, Tsiantakis még, nincs belső csatát, Tsiantakis, Karasavidis, és kiálljuk végül. Ügyetlenkedik a görögök, Kolomitrus is. Még mindig nem tud gólt lőni Karasavidis. Keller. Szétszakad most a pálya, nincs görög középpályás sor, többet jöhetünk előre. Fischer. Kiprés, Kiprés, és kapufa! 2 perc van hátra. Egy ívelés, Kovács, és megfogja a kapus kapuváról, jön ki aztán. Ez szép volt most végre.